Köszöntöm Önöket, a Pannon Televízió híradóját látják. Október 10-e Gedeon napja van. 204 éve megszületett Garai János költő, író, újságíró. 203 évvel ezelőtt pedig megszületett Giuseppe Verdi olasz zeneszerző, korának legtöbbet játszott opera szerzője. 53 esztendeje pedig meghalt Edith Piaf, francia chanson énekesnő. Következzenek a legfontosabb hírek, először csak röviden. A magyar parlament előtt az alaptörvény módosítása. A javaslat szerint Magyarországra idegen népesség nem telepíthető be, az ország önazonosságának védelmezése pedig az állam alapvető kötelezettsége. Kevés migráns maradt a határátkelőknél lévő sátortáborokban. 3%-os szerbiai gazdasági növekedés az idén, jelentette ki a szerb gazdasági miniszter. Feszült volt az amerikai elnökjelöltek második televíziós vitája. Orbán Viktor a magyar kormány nevében hivatalosan is alkotmánymódosításért fordul az országgyűléshez. Az október 2-ai népszavazáson az érvényesen szavazó választópolgárok 98%-a voksolt nemmel a kényszerbetelepítésre. Ezzel létrejött az új egység Magyarországért. Ez az új egység pártok felett áll, nemzeti ügynek tekinti Magyarország szuverenitásának megvédését, a kötelező betelepítési kvóta elutasítását áll a magyar miniszterelnök hivatalos indoklásában. 7. alkalommal módosítanák Magyarország alaptörvényét. Orbán Viktor magyar miniszterelnök az október 2-ai népszavazás eredményére hivatkozva több mint 3.300.000 ember akarata alapján 4 helyen módosítaná az ország alkotmányát. Ezzel kapcsolatban tartottak ma sajtótájékoztatót a magyar kormány képviselői. Ezt a módosítást, ami most az országgyűlés elé kerül, és amelyet remélhetőleg az országgyűlés el is fog fogadni, a magyar emberek felhatalmazása tette lehetővé, hiszen Magyarországon több mint 3.360.000 ember döntött nemmel a kötelező betelepítési kvótára. Ezt a javaslatot, ezt a döntést kellett a jognyelvére lefordítani és beilleszteni az alaptörvénybe. A változtatással az alaptörvény kimondaná, hogy Magyarországra idegen népesség nem telepíthető be, az ország önazonosságának védelmezése pedig az állam alapvető kötelessége. Határozott álláspontunk az, hogy idegen állampolgár Magyarországra csak akkor élhet, hogyha az országgyűlés által megalkotott törvényszerinti eljárásban a magyar hatóság által egyedileg elbírált kérelme alapján élhetnek. De nem vonatkozik ez az európai gazdasági térség országainak állampolgáraira. A javaslat kimondja, hogy az EU nem korlátozhatja Magyarország területi egységére, népességére, államformájára és állami berendezkedésére vonatkozó elidegeníthetetlen rendelkezési jogát. Minden Szerbiában veszteglő migráns feje fölé tető kerülhet a zord időbe állta előtt. A befogadó központokban fekvőhely és melegétel várja bevándorlókat, mondta Nenad Ivanišević Szabadkán. A szociálpolitikai államtitkár kiemelte, az a néhány személy, aki még most is a határátkelők melletti sátortáborban van, önként választotta ezt, hiszen bármikor beköltözhetne valamelyik befogadó központba. U momentu imamo oko 6300 do 6400 migranata koji se nalaze u prihvatnim centrima i ono što je dobra pojava, mogu da kažem, jeste da u ovom momentu mi na granici imamo samo ostatke ljudi, znači ostatke brojeva koji su postali. Znači mi mislimo da na Horgošu u ovom momentu po našoj evidenciji ima negde 17-18 ljudi, dakle to je veoma mali broj, na Kelebi faktički nema nikoga i to je dobro jer su migranti u prihvatnim centrima pod kontrolom u sistemu kontrole i komesarijata za izbjeglice i ministarstva unutrašnjih poslova, tako da je to neka tendencija dolaskom hladnijeg vremena, naravno kao i prošle godine, prosto se smanjuje broj ljudi koji dolaze. 229 határsértőt tartóztattak fel péntektől vasárnapig Magyarország területén, tájékoztat a Magyarországos Rendőrfőkapitányság. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 60, szombaton 61, vasárnap 100 embert tartóztattak föl és kísértek át az ideiglenes biztonsági határzáron. Magyarországon belül és más külső határszakaszokon 8 határsértőt fogtak el a hétvégén. Az elmúlt héten a szerb-magyar határ térségében 355 embert tartóztattak föl és kísértek vissza, derül ki a rendőrségi összesítésből.
Több százan torlódtak fel a Sidi helyi befogadóközpontban. A bevándorlók elégedettek az ellátással, a hideg ellenére mindenük megvan, de egyre türelmetlenebbek. Sem Horvátország, sem Magyarország felé nem tudnak bejutni az Európai Unióba. A helyieket nyugtalanítja, hogy egyre több a menekült a szerémségi településen. Sok a migráns Síden, a lakosok többsége tartózkodóan kerülgeti őket, egyesek nem helyeslik, hogy a bevándorlók szabadon járnak kelnek a városban. Főleg a nők félnek, mondta egy helyi férfi. Egy középkorú asszony elmondta, időnként több százan is vannak a településen, ilyenkor fél az utcán közlekedni. A migránsok azt mondják, ők mennének tovább, de kénytelenek Szerbiában vesztegelni, hiszen lezárt határral találják szembe magukat Horvátország és Magyarország irányában is. All of the people who live in Serbia, they have a problem for they are waiting still 3 or 4 months and they're looking for their list. Their names on the list. So everybody just looking, but we are waiting for 4 months and for Hungary decision what's going on. Síden mintegy 500 migráns van jelenleg. Hivatalos adatokat nem sikerült megtudnunk, ugyanis a befogadó központban visszautasítás fogadott minket. A médiát csak délelőtt fogadják, és akkor is csak 1 órára. Délután már adatokat sem közölnek az újságírókkal. A szerb-horvát határon fekvő Sídnél van most kolléganőm Cérna Lenke. Szia Lenke, az imént láthattuk, hogy a hideg idő a migránsokat sem kíméri. Milyen körülmények között vannak most az illegális bevándorlók? Szia, köszöntöm a nézőket! Síden jelenleg nagyon hideg van, és ahogy az este közeledik, még hidegebb lesz. Most is fúj a szél, mi rétegesen vagyunk ugyan felöltözve, de nekünk sem kellemes már az időjárás. A migránsok azonban itt a befogadóközpont környékén sokan rövid ujjúba, rövid nadrágba járkálnak, vékony kabátokba, és vannak olyanok, akiknek meleg lábbelük sincs, tehát papucsokban, zokni nélkül járnak-kelnek a városban is a befogadóközpont körül. Tehát azt mondhatom, hogy nincsenek rétegesen öltözve és nincsenek felkészülve a körülményekre. Azonban a befogadóközpont egy nagyon jó lehetőség arra, hogy itt megszálljanak és melegedjenek, ugyanis meleg helység vár rájuk, meleg ételt kapnak minden nap, és pokrócokat, meleg pokrócokat, takarókat is osztogatnak nekik, tehát ez mindenképpen lehet azért egy mentő a migránsoknak. Viszont ennek ellenére, hogy itt ez a lehetőség, vannak olyanok, akik úgy döntenek, hogy inkább tovább állnak. A helyiek korábban aláírásgyűjtésbe kezdtek a migránsok erőszakos viselkedése miatt. Milyen most a hangulat a városban? A városban több járókelőt is megkérdeztünk, hogy milyen itt az élet, amióta itt vannak a migránsok, és hogy milyen a közbiztonság, és mind azt mondták, hogy örülnének, hogyha valamelyest korlátoznák a migránsok kijárhatóságát, és nem lennének ennyien a városban, mert hogy elmondásuk szerint már történt olyan eset, hogy lányok haját piszkálták, tehát nemi erőszakra még nem került sor, azonban tartanak attól, hogy talán a későbbiekben erre is sor kerülhet. Tehát a lakosok többnyire félnek, főleg a nők és a gyerekek, úgyhogy ők örülnének annak, hogyha korlátoznák a migránsok kijárhatóságát, és főleg az esti órákban legalább biztonságosabb lenne a város, és nem mehetnének ki a lakosok közé a migránsok. Lenke, köszönjük szépen! Lipcsében elfogták a robbantásos merényletre készülő Jaber al-Bakrt, közölte hétfőn reggel a szászországi rendőrség. A 22 éves szíriai férfi Semnici lakásában több száz gram nagyon veszélyes robbanóanyagot találtak, miután az alkotmányvédelem értesülését követően a terrorelhárítás megrohamozta az épületet. Al-Bakr ellen országos körözést adott ki a német rendőrség, 3 feltételezett társát már szombaton őrizetbe vették a városban. Biztonsági szakértők feltételezik, hogy a Semnici sejt valamilyen kapcsolatban állhatott az Iszlám Állam nevű terrorszervezettel. Együttesülést tart hamarosan a tartomány és a köztársasági kormány. Október 22-ére szombatra jelentették be az eseményt, amelynek helyszíne Újvidék lesz, mondta Igor Mirovics, a tartományi kormány elnöke.
Az ülésen várhatóan szó esik arról, hogyan lehet eredményesebben fejleszteni Vajdaság gazdaságát, emellett beszélnek majd a jövő évi költségvetésről, a nagyszabású közös beruházásokról, valamint a kevésbé fejlett községek helyzetének javításáról. Mirevics hozzátette, az ülés nagy esélyt jelent Vajdaságnak, ezért már el is kezdődtek az előkészületek. A gazdasági újjászületés útján halad az ország, csaknem 3%-os Szerbia gazdasági növekedése idén, és több mint 300 millió euró a többlet a költségvetésben, jelentette ki a szerb gazdasági miniszter Belgrádban egy kis- és középvállalkozásokról szóló tanácskozáson a svájci szerb kereskedelmi kamara szervezésében. Vállalkozásfejlesztésre idén eddig mintegy 10 milliárd dinárt hagytak jóvá az előlátott 16-ból, és ezt a keretet jövőre megemelnék, húzta alá Goran Knežević. Hozzáfűzte, a GDP további növekedésére számítanak. Naša želja je da to bude i preko 3% u nekom održivom periodu od naredne 4 godine, kako bi uspeli da standard naših građana bar približimo standardu zemalja Evropske unije. Imamo rast industrijske proizvodnje od preko 5% i izvoz, rast izvoza koji je vrlo evidentan i to su sve podaci koji nas ohrabruju. Továbbra is feszültségkeltő tényező Belgrád és Pristina kapcsolatában a Trepča bányaipari vállalat kérdése. Ma Franz Bogovics Európa parlamenti képviselője hívta fel a brüsszeli képviselőház figyelmét a térséget politikailag labilissá tevő tényezőre. A szerb kormány kedden ül össze, hogy hivatalos álláspontot foglaljon a témában. A koszovói Trepča kohászati bányászati üzem tulajdonjoga évek óta kérdés Belgrád és Pristina között. Miután a pristinai képviselőház elfogadta a vállalatról szóló új törvényt, a helyi parlamentben határozatlan időre befagyasztották tevékenységüket a koszovói szerbek képviselői. Vasárnap Alexander Vučić szerb kormányfő konzultált a koszovói szerblista képviselőivel. A most meghozott törvény szerint átszervezik a céget. A részvények 80%-a a koszovói kormányi, 20%-a pedig a munkásoké lesz. Milovan Drecun, a Koszovóval megbízott parlamenti bizottság elnöke hétfőn a szerbiai RTV-nek beszélt arról, hogy szerint a Trepča kérdését Szerbia nélkül nem lehet megoldani. Hozzátette, Pristina jogi erőszakkal hozott egy olyan döntést, amit a szerb nép nem fogad el. Rečeno je jasno da za vladu Srbije ovaj zakon nije obavezujući i da se ne prihvata. Jednostavno ne može se otima Trepča na silu, iako je potpuno jasno da je 55,14% Trepče u vlasništvu Fonda za razvoj Republike Srbije, odnosno vlade Republike Srbije. Szintén hétfőn Franz Bogovics, Európa parlamenti képviselő, Brüsszelben felhívta a képviselőtársai figyelmét a feszültséget kiváltó ügyre. Szerinte nem lehet egyoldalú döntéseket hozni. A Belgrád-Pristina párbeszéd részeként kell megoldást találni a problémára. A szerb kormány kedden ül össze, hogy hivatalos álláspontot foglaljon a kohászati-bányászati üzemmel kapcsolatban meghozott pristinai törvénnyel kapcsolatban. Kolinda Grabar-Kitarović horvát államfő, Andrej Plenkovićot, a jobboldali horvát demokratikus közösségpárt miniszterelnök jelöltjét bízta meg a kormányalakítással. Miután a HDZ és Híd függetlenek listája pénteken megállapodást kötött a közös kormányalakításról, jelentette a helyi sajtó. Andrej Plenković rekordszámú 91 támogatói aláírást gyűjtött össze a 151 fős parlamentben. Ezt követően pedig 30 nap áll rendelkezésére, hogy kormányt alakítson. A már hivatalosan is miniszterelnök jelölt Plenković a sajtónak elmondta, a héten személyi kérdésekről egyeztetnek. Bejelentette, hogy kormányában több nő is helyet kap. Modern demokratikus jogállamot ígért, egy politikailag stabil országot, amelyben minden állampolgár biztonságban és jól érzi magát. Több mint 248 ezer adag influenza elleni védőoltás érkezik Szerbiába, a hétvégéig jelentették be az egészségügyi illetékesek. Hozzátették, a rakomány átvételét követően hivatalosan is megkezdődik az idényszerű betegséget megelőző vakcináció. Az országban influenza járvány még nem ütötte fel fejét, azonban már egyre több hasonló tünetre panaszkodó személy várakozik az egészségházakban. Legfontosabb, hogy a krónikus betegségben szenvedők többek között a szív- és érrendszeri, valamint cukorbetegek elkerüljék az influenza fertőzést, mondják az orvosok. Ennek kapcsán kiemelik a védőoltást, követően két hétre van szükség, hogy a szervezet ellenanyagot termeljen, ezért fontos felvenni a vakcinát még a járvány kezdete előtt.
A Szerbiában élők 58%-a támogatja, míg 24%-a ellenzi a halálbüntetést, derült ki a szerbiai Ipsos Strategic Marketing közvéleménykutató felméréséből, amelyet a Danas című belgrádi napilap közölt hétfőn. A felmérésből látható volt az is, hogy az utóbbi 9 évben jelentősen nőtt a halálbüntetés támogatottsága a nyugat-balkáni országban. 2007-ben csupán a megkérdezettek 33%-a állt a halálbüntetés mellett. A válaszadók 18%-ának nincs kiforrott véleménye. A közvéleménykutatást szeptember végén 1051 ember részvételével végezték. Jugoszláviában, illetve Szerbiában 1804 és 2002 között létezett halálbüntetés. Az utolsó kivégzést 1992-ben hajtották végre, még az utolsó ilyen ítéletet 2001-ben mondták ki. Az országban a rendelkezésre álló adatok szerint összesen több mint 7000 embert ítéltek halálra. '72 éve szabadult fel Szabadka a fasizmus alól, erről emlékeztek meg ma Szabadkán, a városi képviselőtestülete díszülést tartott. 1944. október 10-én a szabadkai partizán osztag a szovjet vörös hadsereggel együtt szabadította fel a várost. A harcokban több mint 7000 szabadkai lakos vesztette életét. Moramo čuvati i negovati tradicije, moramo sačuvati ono što je sloboda donela i podarila generacijama posle rata. Da ne bi nikada nijedna druga generacija doživela ono što je bilo tada. Az ünnepi ülésen többek között beszédet mondott Nenad Ivanišević, szerb szociálpolitikai államtitkár is. Szabadka egy szabadság szerető város, a tolerancia, a béke és a békés együttélés szimbóluma, mondta beszédében Bunford Tivadar, Szabadka város képviselőtestületének elnöke. Nekem mindig az jut ilyenkor eszembe, hogy egy háborúnak csak vesztesei vannak. Tehát nagyon fontos, hogy megemlékezzünk ezekre a dolgokról, ami az én olvasatomban azt jelenti, hogy az emberi butaságnak talán nincsenek határa. Itt a második világháborúban is egy ilyen történt, és talán ebben a háborúban történtek a legnagyobb veszteségek az emberiség történetében. A megemlékezést harmonika játékkal tették ünnepélyesebbé. A díszülést követően a résztvevő küldöttségek a szabadkai fasizmus áldozatainak teréhez vonultak, egy perces néma csenddel tisztelegtek az elhunyt katonák előtt, majd felhangzott Szerbia himnusza. Ezután a fasizmus áldozatainak emlékművénél a küldöttségek elhelyezték a kegyelet virágait. Elsőként Bogdan Laban, Szabadka polgármestere rótta le tiszteletét, őt követően több küldöttség is elhelyezte koszorúit. A Sitthárdai pravoszláv temetőben található vörös hadsereg elesett katonáinak emlékművénél is koszorúkkal emlékeztek meg. Nézzük, mi lesz még a híradóban. 17. alkalommal tartottak kóruspódiumot a Vajdasági Magyar Kórusok találkozóját Kúlán. Új műsorokkal várja hallgatóit a Szabadkai Magyar Rádió. Mielőtt folytatnánk a híradót, a közügyek stúdiójába kapcsolunk, ahol Fehér Márta várja nézőket. Szervusz Márta, mivel készültetek mára? Szervusz, köszöntöm a híradó nézőit, és megszavazta a szerb parlament az önkormányzatok pénzeléséről szóló törvényt, kevesebb pénz maradt helyben. Mit szólnak ehhez a magyar polgármesterek, és mit mond a témával kapcsolatban Pásztor Bálint frakcióvezető lesz a vendégem. Aztán mivel éri meg fűteni, számoltunk, megmutatjuk, mire jutottunk, és az is kiderül, hogy Zentán lesz-e fűtés. Varga Viktor, gazdasági megbízott érkezik majd a stúdióban. Aztán megszüntethetik a bababarát szülészeteket, illetve Újvidéken meghosszabbították a szórakozó helyek nyitvatartását, ez is téma közügyekben 18 óra 5 perctől. Köszönjük szépen! Érezhetően feszültebb volt az amerikai elnökjelöltek második televíziós vitája, mint a pár hete tartott első találkozójuk. A republikánus Donald Trump a nőkről tett megjegyzései, a demokrata Hillary Clinton korábbi beszédei miatt kényszerült magyarázkodásra.
Donald Trump újra bocsánat kérésre kényszerült. Hatalmas botrány lett a napokban az Egyesült Államokban abból, hogy a The Washington Post nyilvánosságra hozott egy 2005-ben készült felvételt. Trump akkoriban valóságshow műsorok sztárja is volt. Azzal dicsekedett, hogyan próbált meg sikertelenül rámászni egy asszonyra, majd arról beszélt, hogy ő bizony szívesen fogdos nőket, csókolgatja őket, mert ő egy sztár, tehát ez jár neki. A republikánus jelölt sem késlekedett visszavágni. Trump ismét azt hozta elő, hogy Hillary Clinton még külügyminiszterként magán e-mail címét használta egyes hivatalos levelekhez is. A vita hevében Trump azt is odavetette ellenfelének, hogy ha rajta múlna, akkor Hillary Clinton már börtönben lenne. Clinton az FBI egy évig tartó vizsgálatára támaszkodva kijelentette, nem kerültek illetéktelen kezekbe a levelek. Donald Trump közvetlenül az elnökjelölti vita előtt másfél órával sajtótájékoztatót tartott négy nő társaságában, akik közül hárman azt állítják, hogy Bill Clinton volt elnök, szexuálisan zaklatta őket. Lehet, hogy Donald Trump csúf dolgokat mondott, de Bill Clinton megerőszakolt engem, Hillary Clinton pedig megfenyegetett, jelentette ki Juanita Broderick, az egyik állítólagos sértett. A televíziós tévévita során, amelynek nagy jelentősége van a következő elnök személyének kiválasztásában, a jelöltek az amerikai gazdaságról, az egészségügyről, a közel-keleti menekültekről, valamint az iszlám állam elleni harcról és az orosz együttműködésről is ütköztették véleményüket. Haitin már 1000 ember életet követelt a hurrikán, az országnak azon a részén, amelyet letarolt a trópusi vihar, felütötte fejét a kolera. A Matthew hurrikán, amely az elmúlt közel egy évtized legnagyobb erejű karib-tengeri vihara volt, kedden söpört keresztül Haiti délnyugati részén. Magjában óránként 230 km-es sebességet is elérő széllel és szakadó esővel. Az ország nyugati félszigetének egyik városában, Jérémiben elkezdték a bomlásnak indult holttestek tömegsírokba hantolását, mondta el Kender Frenel, a Haiti nyugati félszigetén elterülő Grand Anse megyei államvezetője. Ő beszélt arról is, hogy a térségben komoly aggodalmat kelt a kolera terjedése. Ezért a hatóságok arra összpontosítanak, hogy vizet, élelmet és gyógyszert juttassanak a menedékhelyeken befogadott ezrek számára. Magyarország köztársasági elnöke magyar érdemrend lovakkeresztje kitüntetést adományozott Faragó Árpád színművésznek. Magyar Arany érdemkeresztet Ladóczky Gábor tanárnak és Mihály Katalin újságírónak, valamint Magyar Ezüst érdemkeresztet Mészáros Zoltán történésznek. Az elismeréseket Pabit János, Magyarország szabadkai főkonzulja adja át október 13-án csütörtökön Szabadkán. Megtartották Kulán a 17. kóruspódiumot, a vajdasági magyar kórusok találkozóját vasárnap este. A rendezvénynek ez alkalommal a Szent György templom adott otthont. A találkozó fő témája az együtténeklés, a bensőséges zene lélekmelegítő ereje, közösség megtartó fontossága és a magyar kultúra megtartása. Gregorián énekeket, egyházi dalokat és magyar népdalok feldolgozásait adták elő vasárnap este Kulán a kórus pódiumon a vajdasági kórusok. Valamennyi együttes évek óta rendszeres résztvevője a rendezvénynek. Az Adai Musica Humana városi vegyes kórus is örömmel mutatkozott be. Amatőr kórusnak mondhatjuk magunkat, viszont vannak azért profik is köztünk, akik viszont segítenek azoknak, akiknek egy picit nehezebben megy a kottaolvasás is, és így kiegészítjük egymást ezen a téren is, én úgy gondolom. A 15 éves magyar kanizsai Kantilina kamarakórus vezetője szerint a kötelezettség és a tapasztalatszerzés vezényelte őket a rendezvényre, hiszen így népszerűsíthető az egyházi zene. Ez egy feladat volna, amit az egyházban kell elindítani a hitoktatóknak, a kicsi gyermekeknél, és utána az menni fog generációkon keresztül. Kula nem először adott otthont a kórus pódiumnak, hiszen a kórus éneklésnek a térségben nagy hagyománya van. 120 éves a Népkör Magyar Művelődési Központ Bartók Béla dalárdája. A szerveződésben közösség megtartó erőt látnak, de ugyanolyan fontosak a kulturális értékek is, amit az éneklés nyújt. Kulai magyarságnak minden olyan, ami a kultúrájukhoz, a hagyományjukhoz, a
az itten eltölt időhöz kötődik, az fontos. Én úgy gondolom, ez is egy olyan dolog, amikor megmutatjuk, hogy mit tudunk, és mi az, amit az őseinktől örököltünk. A kórus pódiumot 17. alkalommal rendezte meg a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség. Bensőségesebb hangulatú szemle, de ugyanolyan fontos, mint más közösségi összejövetelek. A szórványnak itt is nagy a szerepe. A szórványban ugyanúgy őrzik, ugyanolyan erőfeszítéssel, vagy talán még nagyobbal a kultúránkat, megmaradásunk fontos kis lángjait, tüzeit, és én nagyon örülök annak minden alkalommal, amikor a legkülönbözőbb helyeken elmegyünk és fogadnak bennünket. Az idei vajdasági magyar kórusok találkozójára Kalocsáról, Kula testvér településéről is érkeztek vendégek. Jövőre minden bizonnyal Magyar Kanizsa vállalja a házigazda szerepét. Átvette a Lennon Ono Grant for Peace díjat Ladik Katalin vajdasági költő, performance művész, színésznő, aki évtizedek óta a magyar és az egykori jugoszláv köztársaságokat felölelő képzőművészet egyik prominens alakja. A díjat Yoko Ono alapította John Lennon emlékére, és vasárnap, október 9-én adták át Izland fővárosában, Reykjavikban. Ladik Katalin mellett még három művész, a kínai Ivan Vey, a brit-indiai Anish Kapoor és a dán-izlandi Olafur Eliasson részesült benne. A díjjeljáró 25 ezer dolláros pénzjutalmat Ladik Katalin a Magyar Ökumenikus Segélyszervezetnek adományozta. Ma debütált a Szabadkai Magyar Rádió Mérleg című interjúműsora, amely minden hétköznap várja a hallgatókat, a 89,6 MHz-en pedig további két újdonságra számíthatnak. Mérleg, lélek, kalauz és ásott halom jelenti, ezekkel az új műsorokkal jelentkezik a Szabadkai Magyar Rádió. Hétköznaponként 16:30-tól interjúkat hallhatnak azok, akik a 89,6 MHz-re kapcsolnak. A Mérleg című műsorban részletesebben bemutatják azokat a problémákat, amelyek az itt élőket érintik. A héten kedden például szociális kérdésekkel foglalkozunk annak kapcsán, hogy önállóan működik ezentúl a Topolya és a Kishegyesi Szociális Központ. Török-Kanizsa községgel is egy kicsit megismerkedhetnek majd a hallgatók. A Lélekkalauz ezentúl két hetente csütörtökön 18 órától lesz hallható a Szabadkai Magyar Rádióban. A műsor házigazdája egy közismert mentálhigiénés lelki gondozó, válaszokat keres mindennapi gondjainkra, az élet kihívásaira. A hétköznapokban is egyre többet foglalkozunk lelki bajainkkal, ezért úgy gondoltuk, hogy itt az ideje, hogy ennek kapcsán egy külön műsort indítsunk. Magyar Lóránt neve nem ismeretlen itt Vajdaságban. Ő lesz ennek a műsornak a szerkesztője, illetve a műsorvezetője. A határ túloldaláról szóló hírekről, érdekességekről, várható programokról szombatonként 14 órától hallhatnak az Ásott Halom jelenti című műsorban. Az első, október 15-i adásban egy aromaterapeutával és egy gombaszakértővel is készül beszélgetés, valamint a magyarországi könyvtári napokról is beszámolnak a műsorvezetők. A szerb labdarúgó válogatott fordulatos mérkőzésen 3-2-re nyert Ausztria ellen a 2018-as világbajnokság selejtezőinek harmadik fordulójában. A belgrádi győzelemnek köszönhetően Slavojub Muslin együttese a D csoport első helyén várja a folytatást. Nem unatkoztak azok a szurkolók, akik vasárnap este úgy döntöttek, hogy megtekintik a szerb és az osztrák labdarúgó válogatott világbajnoki selejtező mérkőzését. A szerb együttes Alexander Mitrovic góljával már az összecsapás 6. percében megszerezte a vezetést, azonban Marcel Sabitzer a mérkőzés 15. percében ismét egára módosította az eredményt. Azonban az 1-1-es állás sem tartott sokáig, hiszen Dusan Tadic az első gólhoz hasonlóan ismét Mitrovichoz passzolt, aki fejes góllal rezgette meg az osztrák hálót. A 2-1-es félidő után ismét támadó felfogással léptek pályára a felek, ami sok izgalmat hozott mindkét kapu előtt. A próbálkozásoknak meg is lett az eredménye, hiszen Márk Jánkó a mérkőzés 63. percében kiegyenlítette az állást. A szerbek azonban mindenképpen szerették volna itthon tartani a 3 pontot. A mérkőzésen doktori játékot mutató topolyai származású Dusan Tadic két gólpassza után a 74. percben saját maga is bevette az ellenfél kapuját, és beállította a 3-2-es végeredményt. A belgrádi győzelemnek köszönhetően Slavojub Muslin együttese átvette a vezetést a D csoportban.
Eddigi mérlegük 2 győzelem és 1 döntetlen. A szerb labdarúgó válogatott 8 év után juthatnak ismét világversenyre, amennyiben a csoportból sikerül továbbjutnia a 2018-as oroszországi labdarúgó világbajnokságra. Lettországba látogat ma este a magyar labdarúgó válogatott. A 2018-as labdarúgó világbajnokság selejtezőjében eddig még nyeretlenül álló magyar csapat utolsó kapaszkodóként tekint a szintén győzelem nélküli lettek elleni mérkőzésre. Várakozások szerint Ben Stork szövetségi kapitány több helyen is változtat majd a Svájc ellen pályára lépő kezdő 11 összeállításán. A Lettország-Magyarország mérkőzés 20 óra 45 perckor kezdődik. A Híradó viszont eddig tartott, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer, röviden. A magyar parlament előtt az alaptörvény módosítása. A javaslat szerint Magyarországra idegen népesség nem telepíthető be, az ország önazonosságának védelmezése pedig az állam alapvető kötelezettsége. Kevés migráns maradt a határátkelőknél lévő sátortáborokban. 3%-os szerbiai gazdasági növekedés az idén, jelentette ki a szerb gazdasági miniszter. Feszült volt az amerikai elnökjelöltek második televíziós vitája. Köszönjük figyelmüket, amennyiben még több hírre kíváncsiak, látogassanak el honlapunkra, pannonrtv.com-ra. Hamarosan kezdődik a közügyek, Fehér Márta várja önöket. A témák: az önkormányzatok pénzelése, fűtés, az újvidéki szórakozóhelyek nyitva tartása. 7 órakor közelkép, majd 7:30-kor a Sport hétfőből tudhatják meg a legfontosabb sporthíreket. 20 órakor friss információkkal várom önöket, tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra!